kapcsolatban fogunk átismételni pár legfontosabb gondolatot. Mai napon érkezik, december 1-én és a következő novemberi modul is, ugyanis szeretnélek tájékoztatni, hogy most ez egy picit elnyúlt, de mint mondtam, a következő hónap elejéig, tehát olyan 5-éig általában mindig minden videó megérkezik, vagyis hát nem általában, hanem mindig. Viszont decemberben nem lesz sem 7x20, sem pedig órák oktatás most kivételesen. Ennek különösebb oka nincsen, illetve az, hogy a Galaktikus Történelem 2-es számú kötetén fogok dolgozni, és igyekszem nektek, megrendelőimnek minél hamarabb kihozni a nyomdából, és ez lehet, hogy már decemberre is sikerülni fog, ez ugye nem csak rajta múlik, hanem a nyomdán is, ugyanis ugye biztosan hallottátok, hogy itt a papírellátással is némi gondok vannak. Eddig még az én könyveimet kinyomtatták, úgyhogy remélem, hogy ez továbbra is így lesz. Ezt teremtem, ezt alkotom, legkésőbb január közepéig pedig egészen biztosan kijön a könyv. Kövessétek a hírleveleimet, nagyon aktuálisan nézzétek az e-mail fiókotokat, mert most itt a legutóbbi élő oktatásomra is december 14-ére tervezek lesz egy feltámasztásos élő oktatás. Másfél nap alatt beteltek a helyek, még úgy is, hogy kedden van hétköznap délután. Magam sem gondoltam, hogy ennyi embernek igénye van erre, és hétköznap is el tud jönni. Úgyhogy nagyon szuper, januárban fogok legközelebb, ha minden úgy alakul, hogy tudok élő oktatást tartani, akkor januárban fogok még ilyen Grabovoi feltámasztás oktatást megrendezni. Nem lesz egymásra épülő, tehát én már nem foglalkozom tanfolyamokkal. Amikor elgondolom, akkor amikor mondják, és amikor az én belső énem azt mondja, hogy most kell egy oktatás, és olyanok a feltételek, vagy még olyanok a feltételek, akkor kiírok egy időpontot, és legyetek résen, aki akar jönni, mert ezek a helyek most már látom, hogy nagyon hamar betelnek. Most itt, ebben a modulban ismételjük át azt a pár legfontosabb gondolatot, amelyet tudni kell a feltámasztással kapcsolatban. Én ezt most teljes mértékben dr. Grigori Grabovoi feltámasztás és örök élet ismeretanyagából fogom elmondani, és nyilván az én korábbi plejádi énem ismereteiből. A feltámasztás valódi feltámasztást jelent, tehát nem csak szervregenerációt, nem csak azt, hogy próbáljuk magunkat megfiatalítani, regeneráljuk az epehólyagunkat, kinövesztjük azt a belső szervet, mondjuk a balvesét, vagy az epehólyagot, amit Arkadij Petrovics megtett magának epehólyag vonatkozásában. Nem. Nem csak ezt jelenti, de szervesen összefügg vele. A feltámasztásról beszélek, és Grabovoi feltámasztásról beszél, akkor egy ember, egy eltávozott, egy halott ember valódi feltámasztásáról van szó. Rengeteg kérdést felvet, rengeteg érzelmet és érzést indít el bennünk, és bizony egyesekben még félelmet, tartást is. Semmiféle félelmet nem kell érezni, ezt a félelmet le kell építeni magadban, ha van is, ugyanis a feltámasztás Isten eredeti tervében szerepel, tehát jó kezekben vagyunk, biztonságban vagyunk, és ez Isten által történik. A feltámasztás Isten által történik. Aki feltámaszt, mint Grabovoi, ő egy cselekvő személy, aki igaz tudatával, nem hétköznapi, hanem egy magasabb szintű, már igaz tudatával, becsatlakozva a Jóisten tudat, hatalmas tudat felhőjébe, tudat rendszerébe, igazi isteni tudati omniverzumába, alkalmazza az Isten által belé helyezett tudást, mint egy vesz az univerzum könyvtárából, mint hogyha én vagyok Grabovoi, és kiveszek egy könyvet az univerzum kristálykönyvtárából, feltámasztás címűt, és ezt a tudásanyagot, most Grabovoi másik könyvben van a kezemben, alkalmazom. Tehát ez
ezt így kell elképzelni Grabovoy, él a tudásával. Akar élni a tudásával, persze nem akárkiről van szó, tehát nyilvánvalóan már földre érkezése is meghatározó pillanat volt Grabovoynak. Tehát nem egy kezdő lélekről van szó, ez egészen biztos. De akarja csinálni, ez a küldetése, és ő elveszi azt Isten könyvtárából, amit Isten ad neki. Bárki megteheti, bárki megtanulhatja a feltámasztást, mert ez a legtermészetesebb, legistenibb folyamatok egyike. Grabovoy azt mondja, a feltámadás, vagy feltámasztás, ez egyik legstenderebb, tehát egy standard eljárásról van szó. Egy sablonos, standard eljárásról, amelyet az emberiség hosszú évezredek szürke homályában való tapogatózás óta elfelejtett. Tehát még itt azért Atlantis végső süllyedése, időszámításunk előtt, ha Krisztust számítjuk most időnknek, akkor Krisztus előtt 9560-as, 70-es években süllyedtek el végleg Atlantis darabkái. Ugye Atlantis egy nagyon hosszú időszak volt. De Atlantis süllyedésének ideje előtt, sőt még Atlantis egy nagyon hosszú időszakában ismerték a feltámasztás folyamatát, még Egyiptomban is, amely egyiptomi szakasz Atlantisszal párhuzamosan működött egy ideig. Egyiptomban is ismerték a feltámadás lehetőségét, és voltak is, akik vissza tudtak hozni még embereket, de már sokkal kisebb számban. Az ember, amikor úgymond meghal, ez nem halál, hanem leveti a külső burkát valamilyen oknál fogva, és finom szerkezetű testei, amelyek ugyanolyanok, mint a fizikai teste, ugyanolyan ruhában láthatjuk még egy ideig, amikor a finom fizikai test leválik a fizikai testről, ez egy hosszú és bonyolult folyamat, és ez az emberünk megy tovább egy negyedik dimenziós asztrál bolygóra, amely a Föld egyik változata. Tehát a túlvilági sík, ha úgy tetszik, itt van egy Föld közeli pályán. Nem látjuk űrtávcsővel, mert egy másik dimenzióban található. Belső látásunkkal és például a plejádiak eszközrendszerében van már olyan isteni technológia, amelynek segítségével láthatnánk, ha a kezünkbe adnák ezt a távcsövet, hogy létezik ez az asztrál bolygó, mint ahogy nagyon sok más. Erről az asztrális bolygóról a tudatunk erejével hozzuk vissza a feltámasztandó embert. Dolgozik benne a lelkünk, a tudatunk és az egész szellemi tevékenységünk. Dolgozik benne a feltámasztandó, aki tud a feltámasztásáról, tehát folyamatosan tudatában van annak, hogy ez az egész vele megtörténik, nem érez semmi rosszat, sőt jót érez, változást érez, egy újjászületést érez, és érzi azt, hogy valaki segít neki feltámadni. De még egyszer hangsúlyozom, ez nem összeszerelés, meg a test kibányászása, meg halottgyalázás úton zajlik, egyáltalán nem. Ez a testet az eltemetett koporsóban hagyva, a testtel nem foglalkozva, a feltámasztandó sziluettjével dolgozunk, a feltámasztandó tudat-lélek struktúrájával, szerkezetével dolgozunk, és a saját magunkéval, amely visszahívja őt egy adott világsíkra, jelen esetben ide a harmadik dimenziós földfelszíni életbe. Már most megjegyzem, a feltámasztandó személyek között vannak itt már sokan a harmadik dimenzióban, többen, nem sokan, de többen, és a feltámasztás maga történhet már a ötödik dimenziós bolygóra is, amely a negyedik asztrál túlvilági síknál egy magasabb szintű bolygóvilág, azaz a hely, ahonnan innen, a harmadik dimenzióból felemelkedve eljuthatunk, halál nélkül. Tehát, ha úgy tetszik, az egykori meghaltak, a feltámasztottak is ugyanott köthetnek ki, mint mi, felemelkedéssel, csak sokkal szerencsésebb az a verzió, hogy felemelkedsz ebben a testedben, az ötödik dimenzióban is nem veted le, nem halsz meg, nem pusztul el a tested. Nagyon fontos tényező, hogy a temetőben
Ápolni a sírt, virágokkal ellátni, emlékezni, gyertyát gyújtani fontos. Abból a szempontból, bár nem a legfontosabb, de az emlékezés szempontjából fontos motívum. Mert amíg emlékezel az eltávozottra, addig őt élteted a túlvilági asztrálsíkon, és sokkal könnyebben fog feltámadni. Minél több ember kívánja egy adott ember feltámadását, mondjuk ide a harmadik dimenzióba is, vagyis most vegyük azt a példát, hogy ide támad fel húsvér valóságában, annál jobban meggyökerezik a kollektív tudatban a feltámasztás impulzusa, rendszere, és annál könnyebben támad fel az adott ember. A feltámadás után és az egész feltámadás folyamatában bizonyos angyali lények segítenek a feltámasztandónak és a feltámasztottnak visszaszokni ehhez a világhoz, ahonnan eltávozott. Mert lehet, hogy 2 hónap telt el a halála óta, lehet, hogy 2 év, lehet, hogy 20 év, mert vannak ilyen extrém esetek is. Amíg a túlvilágon lévő, finom szerkezetű testben élő eltávozott nem születik meg újra valahol gyerektestben, addig feltámasztható ugyanazzal a személyiséggel, ugyanazzal a névvel, vagy vehet fel más nevet is, ez mellékes, nem annyira fontos, de ugyanaz lesz a személyisége, ugyanazok lesznek az emlékei, ugyanaz az ember jön vissza, teljes valójában a megszokott illatával, mármint most nem a parfümre gondolok, a megszokott szokásaival, lehet, hogy ezek a szokások változni fognak, jobb, nemesebb emberé válik, ez biztos. Miért? Mert átment a feltámasztás folyamatán, egy megújult emberként jön vissza, de ugyanúgy szeretetteljes kötelékek fűzik azokhoz az emberekhez, akik itt szerették őt, és akik akarták, hogy visszajöjjön. Vagy épp nem tudtak róla, hogy visszajön, és szembesülnek nagyon lassan, apránként azzal, hogy visszajön. Mindig van legalább egy olyan személy, aki nagyon szeretnie kell ezt az eltávozott embert, és segít neki visszajönni ebbe a harmadik dimenziós fizikai életbe. És ő segít neki az úgynevezett angyali lényeken kívül akklimatizálódni ehhez a világhoz. Most legyen az egy kis feladatunk, hogy veszünk egy mély levegőt, beszívjuk az órunkon, kifújjuk a szánkon, órunkon beszívjuk, szánkon kifújjuk, és csukd be a szemed, ha úgy kényelmesebb. Én becsukom. És amennyiben kedved van, kérlek, mondd ki magadban vagy hangosan velem a következő gondolatokat. Hiszem és tudom, hogy a halállal nem ér véget az élet. Hiszem és tudom, hogy az örök élet mindannyiunk kenyere. Én elhiszem azt, hogy a halhatatlanság létezik, oly módon is, hogy egy ember feltámasztható. Ezeket csak mondd utánam. Szeretetteljes impulzust küldök most a túlvilágra, szeretetteljes impulzust küldök most a túlvilágra, biztosítom a túlvilágon élőket arról, hogy tudok róluk, akkor is, ha itt nem ismertem őket. Tudom, hogy nektek ez nagyon sokat jelent, mondjuk most ugye a túlvilágon élőknek. Tudom, hogy ez nektek, a túlvilágon élőknek nagyon fontos, hogy emlékezzünk rátok, hogy tudjunk a létezésetekről. Tudom azt, hogy Isten eredeti tervében a hosszú, nagyon hosszú és örök élet szerepel. A halál nélküli élet. Hiszek abban, hogy a feltámasztás megvalósul, és közismert lesz minden ember számára.
Úgy, ahogyan réges-régen is. Az egész világ fejlődik azáltal, tudatilag és lelkileg, és szellemileg, hogy tudunk a feltámasztás folyamatáról, és elkezdjük gyakorolni azt. Isten vezeti a kezünket és a szellemünket. Isten tud erről a jótékony folyamatról. Isten azt akarja, hogy velünk maradjanak a szeretteink. Isten azt akarja, hogy a harmadik dimenziós létségről húsvértestben felemelkedjünk majd az ötödik dimenzióba, de semmiképp se halljunk meg a harmadik dimenzióban. Ne vessük le a testünket. Az emberi húsvértest, mondd tovább kérlek, az emberi húsvértest értékes, nagyon értékes Isten szemében, így az ember szemében is annak kell lennie. Isten megadta az irányvonalat, és Isten emberi formát is tud ölteni, ha nagyon akar. Istennek most is van emberi arca és emberi teste a finom szerkezetű síkokon. Isten bízik abban, hogy rájövünk. Mondd ki ezeket még utána. Isten bízik abban, hogy rájövünk arra, hogy a feltámasztás az egyik legtermészetesebb eljárás. Odafigyelek a túlvilágra, mert ez a túlvilág nagyon közel van. Úgy, ahogy a Jézus Krisztus képes volt feltámasztani, úgy hiszek abban, hogy Grigori Grabovoj is képes feltámasztani, és már fel is támasztott embereket. És a Grigori Grabovoj képes rá, mert ember és emberi formában van jelen, úgy hiszem és tudom, hogy én is képes vagyok feltámasztani. Most végy egy mély levegőt, orrom be, szádom ki, orrom be, szádom ki, küldtünk egy impulzust a túlvilágra, ők ezt hallották, és figyeljetek oda a mesékre is, legyen az bármilyen, leginkább könyvben található mese, mert mind a régi igazi népmeséken keresztül, és más, akár Grimm mesék, Andersen mesék is, nem ezeken a legújabb videójátékkal összefüggő, olcsó, torz témákat is felvonultató mesékre gondolok, hanem a könyvben olvasható, leginkább könyvben olvasható eredeti mesékre, az ottani értékek megnyilvánulására, az ottani archetípusok, személyiségtípusok megnyilvánulására, és egyáltalán a mesékben található információkra figyeljetek oda, elevenítsétek fel kedvenc meséiteket, mert az eltávozottak, akik a túlvilágon élnek, eddig legalábbis a meséken keresztül kommunikáltak az emberiséggel. Most már van lehetőség másként is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!